Mi az erdő? Az erdő, földünk s a rajta élő emberek egyik életforrása. A természeti tényezőktől és emberi beavatkozásoktól függő életközösség és élőhely. Az erdő, földünk legfejlettebb életközössége, amely magában foglalja a talajban élő mikroorganizmusokat, a földfelszínen élő mohákat, gombákat, lágy és fásszárú növényeket, továbbá a benne élő rovar, madárvilágot és vadállományt. A magyarországi erdőkről, erdészetről a Kertbarátkör február 15-i összejövetelén Mészáros Bálint erdőmérnök tartott előadást. Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Engem Mészáros Bálintnak hívnak. Sopronban végeztem az egyetemet erdőmérnökként, és jelenleg is ott dolgozom az egyetemen, amit jelenleg Nyugat-Magyarországi Egyetemnek hívnak a sok összevonás és politika után. És hát itt az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézetben dolgozom. Alapvetően genetikával kapcsolatos kutatásokat végzünk mindennel, ami az erdőt pusztítja és írtja. Tehát rovarok, gombák, amiből DNS-t lehet kivonni. És hát ma este ilyen kis bemutatóval készültem egyáltalán arról, hogy mi is az az erdő, és mennyi van nekünk, hol van ez, mennyi van a világban. Aztán, hogy minek vannak erdészek, és mit csinálnak ők a világon. És hát egy szerintem érdekes téma az erdőtanúsítás, ami egyre inkább tör be szép hazánkba is, de a nagyvilágon már igen elterjedt fogalom, és hát a logója az egésznek az már több terméken előfordul Magyarországon is, és mégis elég sokan nem tudják, hogy miről szól ez az egész. Tehát, első komoly kérdés, hogy mit is nevezünk erdőnek. Ugyanis hát az embereknek általában van valami fogalmuk arról, hogy mi az az erdő, de hát ezt elég nehéz megfogni, hogyha mondjuk összehasonlítunk egy trópusi esőerdőt, és ahhoz képest megnézzük mondjuk itt a hegyestű oldalában lévő, elég száraz talajon lévő erdőket. Annyi biztos, hogy fákhoz kötődik, tehát ezt így le lehet szögezni, hogy fák vannak benne, és azok többé-kevésbé úgy fedik a területet, és hát maga, hát az erdőt nem csak a fák alkotják, hanem benne élnek állatok, rovarok, madarak, gombák, tehát ezt az egész egybeleget tekinthetjük erdőnek, és hát mint hogy ugye statisztikailag értékelni kell a dolgokat mindent a világon, ezért hát születtek ilyen elég furcsa erdődefiníciók is. Például az Európai Uniónak a statisztikai hivatala szerint erdő az, ami fél hektárnál nagyobb, fával fedett terület, úgyhogy a koronazáródás, tehát amit árnyékot ad, az 10%-a a területnek. Ami ugye a magyar erdőket nézve azért elég sok helyen teljesül, de mondjuk egy észak-norvég egy pár fa van a környéken, ott azért már fontos lehet ez az adat. És tehát ezt a 10%-os záródást ezt fogadja el az ENSZ-nek a statisztikai hivatala is. Tehát, hogyha valahol azt olvassa az ember, hogy ennyi erdő van a Földön, vagy a világban, akkor az abban minden beleszámít, ami fél hektárnál nagyobb kiterjedés és 10%-nál nagyobb a borítottsága. Magyarországon az új erdőtörvény alapján szintén fél hektárban adják meg a területet, viszont 50% záródásnak kell lennie ahhoz, hogy azt erdőnek lehessen nevezni, és legalább 2 méter magasságnak kell lennie, tehát az az erdő. Valamint van egy ilyen nagyon okos kitétel a törvényben, hogy erdő az, ami le van nekünk írva az adattárban, hogy erdő. Tehát ez így egyszerűsíti egy kicsit a dolgokat. Hogyha megnézzük, hogy hol is van erdő a világon, hát ugye a
sivatagos zónákat kivéve nagyjából mindenhol található erdő a világon. Annak idején, mielőtt az ember ennyire elkezdett terjeszkedni, azelőtt körülbelül a szárazföld felét erdő borította. Jelenleg olyan 30%-a a szárazföldi területnek borított erdővel. És hát ugye a legnagyobb erdőségek azok a trópusi esőerdők, illetve Oroszország és Észak-Amerikában a tajga fenyő erdői. És hát sajnálatos módon a világ erdei fogynak, még most is. Annak idején egy neves erdészünk mondta azt, hogy a modern civilizáció Európában az erdők kiirtásával kezdődött, és a fenntartása csak is az erdők visszatelepítésével érhet célba. Tehát jelenleg úgy néz ki a dolog a világon, hogy Dél-Amerikában és Afrikában írtják az erdőket, és annyira, hogy emiatt tényleg fogy az összeerdőség, Európában telepítik, és hát Kína az jelenleg a vezető a világban erdőtelepítésben. 2009 évben több erdőt telepítettek, mint amennyi erdő összesen van Magyarországon. Tehát 2,5 millió hektár erdőt létrehoztak egy év alatt. Úgyhogy Ázsiában mindenhol úgy valamennyire fogy az erdő, és mivel Kínába telepítik, mint a fene, ezért Ázsiának pozitíva a mérlege. Ha megnézzük Európát, hát Európának állítólag olyan 70-80%-át erdő fette, mielőtt az ember nekiállt meghódítani a világot. És hát ezt aztán sikerült leszorítani 18-20-25%-ra, megoszlanak a vélemények, pláne azzal attól függően, hogy Oroszországot éppen beveszik-e a statisztikák Európába vagy sem. Jelenleg, hogyha tényleg a területet nézzük Európának, akkor olyan 44%-át erdő fedi. Európában a legerdősültebb ország Finnország, és ami különös és engem meglepett, hogy a második Szlovénia. És hát utána jön csak Norvégia. Erdőterületet tekintve pedig Finnország, Norvégia és Franciaország az első három. És hát szép hazánk. Jelenleg hát 2006-os a térkép, tehát azóta már egy kicsit több erdő van, de körülbelül az itt látható az erdő lefedettsége hazánkban. Hát hogyha a területét nézzük az erdőnek, akkor ugye meg kell jegyeznünk, hogy annak idején, amikor még Magyarország királyság volt és egy kicsit nagyobb volt a területe, akkor ugye a Kárpátok miatt hatalmas erdőterülettel rendelkeztünk, és hát bőven jutott kivitelre is a fákból, és ugye a Kárpátokban főleg fenyő volt, ami kiváló ipari fa és hordtuk szerte Európában. És hát a trianoni békeszerződés kapcsán Magyarország az erdő területének 84%-át elvesztette, ami elég komoly érvágás volt, és ekkor majdnem 3 millió hektárról 1 millió hektárra esett le az erdőterület, és hát Trianon előtt az erdősültségünk olyan 26%-os volt, és ekkor hirtelen leesett 12%-ra. És hát amint látható, azóta folyamatosan gyarapodott Magyarország erdőterülete. Ez főleg annak köszönhető, hogy mivel hiány volt fából, ezért főleg a kommunista időkben, amikor hatalmas élőmunka kapacitásokkal rendelkeztünk, ment az erdőtelepítés mindenhol, ahol elképzelhető. Tehát itt a Bakonyban, a Mészkövön,
olyan helyeken hoztak létre, vagy próbáltak létrehozni erdőket, hogy ott valószínű soha nem volt erdő, legalábbis ilyen talajszerkezettel nem nagyon lehetett, illetve az alföldi homokot mindent megpróbáltak beültetni. És hát mostanra elértük azt, hogy 2 millió hektár erdőterületünk van, tehát Trianon óta majdnem megduplázódott az ország erdőterülete. És hát ami a tulajdon viszonyokat illeti, ugye a rendszerváltás után a kárpótlás kapcsán sokan visszakapták, illetve megkaptak erdőterületeket, és hát a rendszerváltás előtt 1% alatt volt a nem állami erdők aránya, és jelenleg 55,5% körül van az állami erdők, és 43% most éppen a magánerdők aránya. Azért mondom, hogy most éppen, mert ez folyamatosan változik, ugyanis tehát általában a magánerdő az, ami növekszik. Az állami földeken már nem nagyon van olyan kapacitás, ahol komolyabb erdőt lehet telepíteni. Úgyhogy alapvetően jól állunk, hát most azt mondják, hogy olyan 25-6% erdősültség, ami elérhető az országban. És hát ez jelenleg a cél. Ha megnézzük Magyarország területét, akkor ez a 2 millió hektár erdő, amivel rendelkezünk, ez a teljes terület 20,4%-a, ami hát Európában olyan közepes alatti. Tehát főleg így a északi államokhoz képest nagyon kevés az erdőnk, de ahhoz képest amennyi helyünk van erdőre és amennyi helyen lehet visszahozni az erdőt Magyarországra, ahhoz képest teljesen jó. Ja, a honfoglalás korában olyan 60-70% erdő volt az országban, de hát ezekből főleg a szántó terület lett, és az ugye kicsi értékesebb, mint az erdő, vagy legalábbis hamarabb hoz hasznot. Ugye erdeink, tehát mai Magyarország területén főleg lombos fafajok élnek, egy-két helyen fordulnak elő csak tűlevelő fajok. Ugye a hegyvidékekben, a magasabb térszíneken elsősorban bükkerdők vannak, voltak természetes állományként, és hát lejjebb a tölgyek és azoknak a különböző változatai, tehát gyertyánnal elegyedve, illetve cserrel elegyedve, aztán sima cseresek. És hát ami érdekessége a magyar erdészetnek, az, hogy jelenleg a területfoglalás kapcsán az akác abszolút vezető faj. Jelenleg hát 24%-ot is elérte már a területe az akácnak. Hát az akácot az 1700-as években hozták be Magyarországra, és eredetileg, tehát az első felhasználása az a monostori erődnek az építési munkáinál használták ilyen álcázó fának, és aztán rájöttek, hogy méheket is lehet rajta tartani, meg a fája sem olyan rossz, és ennek kapcsán kezdték el telepíteni, és hát jelenleg több akác van Magyarországon, mint Európa többi országában összesen, és hogyha a világot tekintjük, akkor telepített akácokból a másodikak vagyunk a világon, csak Dél-Korea előz le minket, de nem sokkal. Úgyhogy ez kissé át, ahhoz képest, hogy mennyi tölgyes és bükkös volt Magyarországon, kissé átrendeződött így a szerkezet. És hát látható, hogy a élőfa készlete az akácnak az kisebb, mint a tölgynek, és még a cserrel is közel azonos, tehát nagy területen van, de alapvetően fából keveset ad.
az akát. És hát miért is jó nekünk az erdő? Ugye annak idején az ember az erdőt úgy kezdte meghódítani, illetve amiatt kezdte el kitermelni, mert hogy útban volt neki, kellett a szántóföld, a legelő, meg hát azért jó volt, hogyha be lehetett fűteni otthon. És hát mára rájöttek az emberek, hogy azon kívül, hogy tüzelőt ad, azon kívül számtalan dologra használható az erdő, és számtalan hasznunk van abból, hogy mi erdőket ültetünk, ezért is van ennyi ültetés. Ugye szénmegkötés, Csabból is az folyik, hogy rengeteg a széndioxid kibocsátás, és hát az erdő ezt megköti, ideig, óráig teszem hozzá. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon jelenleg nem vágnak ki annyi erdőt, mint amennyi terem, akkor végül is ez a szénmegkötés, ez komoly tömeg, hogy úgymond. És hát a fa energiahordozó, ráadásul megújuló energiahordozó egy darabig. Jelenleg a magyar fatermelésnek szerintem jó sok százaléka az energiának megy el. Tehát ugye rengeteg tüzelőt használnak az emberek, és hát ugye a erőművekben is az utóbbi időben fával fűtenek. Azért van ez, mert ugye rengeteget fejlődött a számítástechnika és az informatika az utóbbi időben, és sokkal szebb ilyen famintás asztal tudnak már nyomtatni, mint amit lehet csinálni fából, és emiatt a késelés és hámozási rönköt nem lehet eladni. Tehát a legtöbb pénzt lehet találni, hogyha az ember eladja az erőműnek a fát. Úgyhogy ez ilyen érdekes, jobb kézzel akarom a bal fülemet helyzet. Aztán ugye a vízháztartást alapvetően befolyásolja az erdő, tehát egyrészt a leesett csapadékot ott tartja a helyszínen, és hát kevesebb az erózió. Másrészt pedig ugye nyáron is olyan kellemesebb a körzérzet az erdő alatt, így a klímát is befolyásolja, ezért telepítenek sok helyen a szántóföldek közé is erdősávokat, hogy egyrészt a szél szelet lefogják ezzel, másrészt pedig, hogy egy kellemesebb klíma legyen ezáltal a szántóföldön. Aztán, hát amit hozzá kell tenni ma már mindenképpen, hogy kulturális jóléti hatása is van. Ugye 1992-ben Rio de Janeiro-ban volt a Környezet és Fejlődés Világkonferencia, és ezen többek között meghatározták a három fő célját az erdőnek, illetve fő rendeltetését, a gazdasági, a védelmi és a közjóléti funkciókat. Tehát az az ideális erdő, amely mind ezt a három funkciót betölti, és hát ez ugye az erdőtörvényünkbe is bekerült, mint tehát van elsődleges, másodlagos, harmadlagos funkció, és ugye gazdasági az egyértelmű, hogy fát termel, a védelmébe beletartozik az egészségvédelemtől kezdve a talajvédelmen keresztül a települések széleleni védelmén át a természetvédelmi funkciókig is, és hát a közjóléti pedig a parkerdők és oktatóerdők és ilyen rekreációs célú erdők. És hát ez lenne az erdészet lényege, hogy ezt a hármas célt elérje az erdőknél. És hát erdészet. Egy kis történettel kezdenék, hogy milyen távon mozog az erdész élete, illetve az erdészet maga. 1830-ban a svéd admiralitás
utasítást adott a korona uradalomnak, hogy szüksége van a haditengerészetnek jó minőségi tölgyfára az árbocokhoz, illetve a hajók részeihez, és ezért az uradalom ültessen erdőt, és nevelje ki a jó minőségű tölgyfaanyagot. Ennek kapcsán Viszingsző szigetén 400 hektárnyi tölgyerdőt kezdtek nevelni, és válogatták, és nemesítették a dolgokat, és hát 1830-ban volt ez a utasítás a királytól, és az erdészeti szolgálat embere 1998-ban jelentkezett a királynál, hogy elkészült. A faanyag készen áll az admiralitás céljaira, tehát körülbelül ilyen távokban lehet gondolkodni, hogyha az ember az erdővel kerül kapcsolatban, és hát drága jó professzorunk mondta annak idején, hogy hát amit telepítünk erdőt, azt nem magunknak telepítjük, hanem ugye az unokáinknak, ükunokáinknak. És hát pont ezért van az is, hogy lehet, hogy mi most csinálunk valamit az erdővel, de nem mi fogjuk megtudni, hogy az most jó volt-e, vagy sem. Ennyiből van talán egyszerű dolga az erdésznek, hogy ha én elrontok valamit rajtam, nem tudják számon kérni. Tehát, ugye Magyarországon van 2 millió hektár erdő jelenleg. Ennek egy évben 13,2 millió köbméter növedéke van. Tehát ez azt jelenti, hogy másodpercenként 0,42 köbméter faanyag képződik ma Magyarországon. Ami egy olyan 75x75x75-ös kockányi faanyag. És hát ugye az akác gyorsan növő faj, és rengeteg van belőle, úgyhogy az akác viszi a prímet, az egynegyede növedék az akácból van. És hát ugye amellett, hogy nő az erdőnk, és mint láthatjuk, elég szépen nő, amellett ugye ki is termelünk az erdőből. Itt a zöld sávok láthatók 85-től 2009-ig a növedék, illetve a narancssárga mellette lévő oszlop, az pedig a kitermelt faanyag millió köbméterben. Tehát az látható, hogy az utóbbi 30-40-50 évben nem lett annyi faanyag kitermelve a magyar erdőkből, amennyi ott képződött. Nem úgy látszik. És ebbe az is benne van, hogy a cigányok lerúgtak tarlangásra. Elméletileg igen. És az erőművek se veszik meg ezt, tehát nem viszik túlzásba, hogy mondjam, az sem. Tehát... De úgy látszik, mint a többet vágnak le, mint telepítek. Pedig a bakony erdeit. Kaphegyek végig nézed. Csupasz. Most éppen csupasz, majd 80 év múlva, hogyha arra mentek, akkor gyönyörű erdők lesznek. Tehát azt mondanám, hogy ez, hogy körülbelül fele annyit termelünk ki, mint amennyi nő. Tehát ugye 13 millió köbméter volt, ami nőtt 2009-ben, és 5,9 millió köbmétert termeltek ki, ami azt jelenti, hogy a felét nagyjából. Ez, hogyha úgy vesszük, akkor talán egy kicsit pazarlás is, mert ugye egy idő után már ki kell vágni az erdőt, nem lehet az, hogy magára hagyjuk, és hát egyre inkább eljutunk oda, hogy rengeteg túlkoros erdő van, amit már ki kéne venni belőle. Tehát fafajjal válogatja, azt mondanám, hogy egy idő után elkezd úgy romlani az állapota az erdőnek, hogy tehát tölgyeseknél az mondjuk 180-200 év, de akácosnál mondjuk 40 év után, amikor
igaz, hogy egyre több faanyag van az erdőben, viszont az abból kinyerhető érték az csökken. Tehát bekorhad a közepe a fának, letörnek az ágai, végighasad a fa, megrágják a rovarok, gombák. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor igazából van ebben egy kis pazarlás, viszont így, hogy az erőművek működnek, így se tudjuk eladni azt a mennyiséget, amennyi ki van termelve. Tehát úgy próbálnak annyit kitermelni, amennyit el lehet adni. De tehát az biztos, hogy Magyarországon több erdő van, mint volt eddig, és ugye az erdőtörvény leírja azt, hogy amit kivágtak erdőt, azt újra is kell telepíteni. Ez mondjuk a cigányok által ellopott fára nem feltétlenül igaz. De hát... Igen, sajnos ez is benne van. El kell kapni, és jó megjövődni. És hát ugye szóba került az, hogy fogy az erdő, vagy nem fogy. Az 1870-es évektől folyamatosan van komoly erdőtörvény Magyarországon. Ugye Trianon 1921-ben ugye kicsit csökkent a területünk, és hát átrendeződött az erdő állomány is. Ennek kapcsán 1935-ben hozták meg az új erdőtörvényt, ami annyiból érdekes, hogy Európa első olyan törvénye volt, ami természetvédelemmel foglalkozott. Tehát már akkor szóba került az erdő kapcsán a természetvédelem is. És hát most nemrég jött ki az új erdőtörvény, 2009 júniusában. Ami a nevében is benne van, hogy nem csak az erdőről szól, hanem az erdő védelméről is. És hát a 1880-as évektől tervgazdálkodás van a magyar erdészetben, ami azt jelenti, hogy egyrészt van egy körzeti erdőterv, ami ugye a nagyobb körzetekben leírja, hogy ott körülbelül mit kell elérni erdészetben. És hát ezen kívül van minden egyes erdőrészletre erdőterv, amit régebben üzemtervnek hívtak. Ezt mind a kettő 10 évenként újra kell gondolni és újra tervezni. És hát ezek a tervek leírják azt, hogy mikor túlkoros ott egy erdő, mikor kell kivágni, mit lehet helyette ültetni, mikor kell azt megcsinálni, mennyit kell ültetni. Mert hát az erdészet is nagyjából úgy megy, mint a mezőgazdaság, hogy van egy területünk, oda ültetünk valamit, aztán várunk, ápolgatjuk, gondozgatjuk, kiválogatjuk a szépeket, és hát egyszer csak aratunk valamikor. Ez ugye sokáig az volt, amit mondtatok, hogy a Kaphegy oldala hiányzik, hogy tarra levágták. Most az új erdőtörvényben azt írják, hogy ahol lehetséges, ott át kell állni a folyamatos erdőborításra. Tehát nem ezt a úgymond mezőgazdasági szemléletű erdőgazdálkodást kell végezni, hogy elültetjük vagy elvetjük, az kinő, aztán amikor megnőtt eléggé, akkor levágjuk, hanem azt, hogy ne egykorú legyen az erdő, hanem legyen benne fiataltól a középkorunk keresztül a vágás érett fáig, és mindig csak annyit kiszedni belőle, hogy azért megmaradjon ez az egész erdőnek. Ezt szállaló üzemmódnak hívják, mert hogy mindig csak egy-egy szálat szed ki belőle az ember. És hálítólag, hogyha ezt jól csinálják, akkor ez majd nagyon jó lesz nekünk. Azt mondanám, hogy ökonómiailag, tehát pénzügyileg nem feltétlenül igaz ez. Az biztos, hogy az, hogy megmarad az erdő ott folyamatosan, az egyrészt az átlagember azt látja, hogy ott tényleg erdő van.
még ha nem is olyan, mint amit ő erdőnek képzel, másrészt meg az állatok sem lesznek onnan elkergetve, és nem lesz hirtelen lepusztítva minden. De ugyanakkor sokkal több a munka vele, mivel az ember mindig csak egy kicsit vesz ki belőle, tehát mindig csak egy kicsi pénz keletkezik, de ugyanannyiszor ki kell menni az erdőbe, ugyanannyiért és ott dolgozni. Míg hogyha egyszerre levágják az egészet, akkor egyszerre jelentkezik egy nagyobb haszon. És hát ez állítólag sokkal természetesebb, mert hogy annak idején ugye, amikor az ember még nem nyúlt az erdőhöz, akkor kidőlt egy-egy nagy fa, és ott keletkezett egy lék, és ott elkezdtek följönni a kisfák. Reméljük, jól fog működni, majd az ükvonokáink kitalálják, hogy mennyire volt igazunk. De lényeg a lényeg, ja, és az erdő terven kívül van még egy éves erdő gazdálkodási terv, ami tényleg hónapra tartalmazza azt, hogy az adott erdő részletben májusban ezt kellene csinálni, ekkor kell gyéríteni, ekkor válogatni belőle, ekkor lehet kitermelni, és ezt minden évben újra csinálják, és hát ugye az erdőgazdálkodónak kötelessége betartani ezt a tervet, tehát amit a hatóság neki előír, azt tudja csinálni az erdővel. Úgyhogy elméletileg továbbra is nőni fog az erdőterületünk. Aztán erdő tanúsítási rendszerek. Ugye szó volt arról, hogy a világ erdőállománya az fogyóban van, és hát az 50%-ról már 30%-ra sikerült leapasztanunk az erdőket, és hát ennek kapcsán kitalálták hát azt mondanám, hogy európai és amerikai komoly vásárlók, hogy ők nem szeretnének olyan fából készült terméket venni, ami a dél-amerikai dzsungelben olcsón kivágott fából készül, és olyan helyről, ahol csak kivágják az erdőt és nem telepítik újra, és hát ennek kapcsán hozták létre az FSC-t 1993-ban, ami a erdészeti, tehát ilyen erdőgondnoksági tanácsnak a rövidítése. Az a lényeg ezeknek az erdőtanúsítási rendszereknek, hogy ha te erdészettel foglalkozol valahol, akkor bevizsgáltathatod a te erdődet, hogy teljesülnek-e a fenntarthatóságra és tartamosságra vonatkozó kritériumok, tehát van-e újra telepítve az állomány, úgy van-e kezelve, hogy az jó az erdőnek, meg jó a környezetnek, mikor van, hogyan permetezve, mennyi vegyszerrel, és erre lehet kapni ezt a tanúsítást. Ez az FSC tanúsítás, ez világméretű, tehát eredetileg ugye a dél-amerikai és afrikai esőerdőkre fejlesztették ki. Emiatt vannak benne elég érdekes kritériumok is. Például amikor Magyarországon csinálták ezt a nyírerdőnél, a nyírségben, akkor furcsa volt azt olvasni a kritériumok között, hogy megadja az erdészet az őslakosoknak a jogot arra, hogy használják az erdőt. Azok a cigányok. Erre mondta a vezérigazgató, hogy ki az őslakos. A nyírségből van szó. A ócsérős. Ócsérős okos. És hát ezek után 99-ben az Európai Unió is gondolt egyet és létrehozta a saját erdőtanúsítási rendszerét, ez lett a PEFC, ami jelenleg program az erdőtanúsítás
létrehozására, talán úgy fordítanám. Eredetileg valamilyen iszonyatosan bonyolult francia neve volt, ami teljesen mást jelentett, de aztán rájöttek, hogy mivel francia nem tudják kiejteni az emberek általában, és sokkal egyszerűbb név kell neki, ezért találták ki ezt. Ez 99-ben jött létre, és hát eredetileg Európára szólt volna, de aztán kiterjesztették az egész világra, és az meg még bonyolultabb. Tehát a lényege ezeknek az, hogy nem csak az erdészetet nézik, hanem az egész termékláncot, tehát onnantól kezdve, hogy az ember elülteti a csemetét, odáig, hogy az IKEA csinál belőle egy szekrényt, és hogyha az egész lánc olyan, hogy nem dolgoztatnak gyerekeket, visszatelepítik az erdőt, amit kivágnak, és ilyen hasonló kritériumok vannak, akkor megkaphatja a termék ezt a tanúsítást, és hát tőlünk nyugatabbra ezt nagyon komolyan veszik, tehát a nyírerdő például azért tanúsítatta le az egész erdészetét, mert volt valami svájci focipálya csarnok építés, és hát akartak venni hozzá akár faanyagot, és azt mondták, hogy ők csak olyan faanyagot hajlandóak átvenni, akár Magyarországról is, aminek az FSC tanúsítványa megvan. Hát FSC tanúsítva jelenleg három erdészet van Magyarországon, az egyik az emlegetett nyírerdő, a másik a Somogyi erdőgazdaság, a harmadik pedig a Macseki erdőgazdaság. A PEFC tanúsítás az picit bonyolultabb, tehát az nem úgy működik, hogy van egy ilyen világra szóló tanúsítási rendszer, hanem ott minden ország megcsinálhatja magának a kritériumokat, és azt ellenőrzik nemzetközileg, hogy beleillik-e az ő felfogásukban, és aztán ez alapján lehet az országban tanúsítani. Jelenleg ez a rendszer kidolgozása folyik Magyarországon, tehát ilyen tanúsítás még egyelőre nincsen az országban, de dolgoznak rajta. És hát köszönöm a figyelmet. Itt az alul látható elérhetőségeken vagyok utolérhető, hogyha esetleg bármi erdészettel kapcsolatban fölmerül.